Sziasztok! Most egy pár uh, percben a Hashtag School nevű e-learning keretrendszer használatát fogom megpróbálni bemutatni. Így néz ki a fő oldalunk, ez gyakorlatilag egy hírportál. Ahhoz, hogy be tudj jelentkezni, hogy el tudjon indulni a munka, először regisztrálnod kell. Itt a nem meg kell adni, hogy tanár vagy tanuló vagy, illetve el kell fogadni az alatvédelmit, illetve az asf nyilvánvalóan. <coughs> Én már be vagyok e, regisztrálva ebbe a rendszerbe, ezért én e, egyből be tudok lépni. E, először a tanulás kísérő, utána pedig a tananyagfejlesztő izgalmakat próbálom bemutatni villámgyorsan. A legelső lépés az mindig a csoportok elkészítése. Ugye itt lehet látni, itt vannak fönt a portál funkciók, itt pedig oldalt vannak az egyéb funkciók. El kell dönteni, hogy tanulok vagy tanítok. Ha mennyiben tanár vagyok, csoportot létrehozni nagyon egyszerű. Ide kattintok, hogy új csoport, elnevezem az új csoportot új csoportnak. Minden esetben kijelöle automatikusan a rendszertanulási időszakot, ez fontos lesz, mert ezen az időszakon belül tudok majd pontokat adni a diákoknak, illetve ezeket teljesen át lehet írni akár Padawantól tól és lehet látni, hogy mennyi pontot ér. Ez is természetesen mind átérható. Miután készen vagyunk, egyszerűen elmentem az új csoport 2222-t, mentésre kattintsunk, és látni fogjuk, hogy az új csoport 2222 létrejött. Itt nem kell más tennünk, mint a csoport mellett található csoportazonosítót, amilyenél a csoportnál ez. Megadjuk a diákoknak, akik amikor bejelentkeznek, ezzel a csoportazonosítóval tudják elkezdeni a munkát. Nagyon fontos, hogyha nem figyelnek oda, és véletlenül nem írták be ezt a csoportazonosítót, akkor sem kell pánikba esni, hiszen diákként mindig tanulók eredményeimre kattintva <laughs> akárhány új csoporthoz tudok csatlakozni. Nagyon fontos, ha több csoporton van, akkor is csak egy regisztráció kell hozzá. Tehát, ha meghívnak három vagy négy csoportba, egyszer belépek, csatlakozom a csoportra, és akkor az irányító pulton látjátok, hogy szépen egymás alatt fognak sorjázni a csoportjaim. Nyilván nekem sok tanítók csoport vannak, mert én tanár vagyok, de azért itt lehetnek tanuló csoportjaim is. Nem kizárt, hogy valaki egyszerre tanít, és más dologban pedig tanul. Hát ilyen a regisztráció, így lehet elindulni. Egy-két trükk még, jó? A beállításoknál, <kül> hogyha azt szeretném, hogy a csoportot lezárjam, mert ugye ez a kód ez nem annyira biztonságos azért. Bárki meg tudja azt a kódot, be tud csatlakozni a csoportot, be ki tudod zárni, aztán újra megint regisztrálhat. Ezért érdemes néha ilyenkor lezárni a csoportot, hogyha már minden diák ott van a csoportban, csak aztán ne felejtsük el, amikor egy új diák jön a fél évkor, hogy azért nem fog tudni csatlakozni, mert időközben lezártuk a csoportot, illetve tudjuk az aktív és inaktív Vá választani, a, megadni a státuszát. Ugye itt rengeteg ö, diák van, itt vannak felsorolva, és valakit, hogyha szeretnék adminná tenni, azaz tanárá ebben a csoportban, akkor érdemes ide kattintani és megosztani. Hogyha egy tanuló, egy tanár kollégán szeretnénk meghívni, őnek is adjuk meg a csoportnak a kódját, és miután deregisztrált ide, utána egész egyszerűen állítsuk át adminnál, és innentől kezdve tanuló profil lehet látni, már admin, azaz pontosan olyan jogosultságokkal rendelkezik, mint én a csoportban. Tehát így lehet több tanárnak tanítani egy csoportot. Tehát megvan a csoportalakítás, megvan egy csoportkódját, hogy adjuk ki, és megvan az, hogy hogy lehet több tanárt meghívni. Innentől kezdve fontos tudni, hogy a következő lépés mindig az irányítópult. Az volt egy nagyon egyszerű közösségi oldal, ami részben azért jött létre, hogy a Facebook kommunikációt az ki lehessen írtani az óránkból. Itt, ahogy lehet látni, tudunk bejegyzést közzétenni, tudunk ehhez képet csatolni, ezt el tudjuk küldeni, már látszik is, hozzászólást tudnak írni. Semmi olyan portál funkció, <laughs> semmi olyan közösségi média funkció nincsen benne, amitől ez vonzó lenne, tehát nincsen benne, és nincsen benne lájkolás, nem lehet ismerkedni, ez teljesen zárt tanulásra kitalált rendszer, ez szerintünk jó, és direkt van így, hiszen ennek kapcsán elmondhatjuk, hogy csak akkor jönnek ide, hogyha tanulni szeretnének a diákok, egyébként pedig máshol vannak. A következő fontos elem még a tananyagok kiosztása, erre majd később visszatérünk. Nézzük gyorsan az értékelésnek a következő részét. Hogyha ide kattintunk az értékelésre, vagy így megkeressük a tanítók csoportok alatt azt a csoportot, amelyikről éppen szó van, mind a kettő ugyanoda visz majd. Hát az értékelésre kattintva meg fog jelenni az, hogy melyik szinten vagyunk, ugye ez előbb ezt meghatároztuk, illetve ebben a csoportban van egy-két... Diák, akinek már ki tudtam adni mindenféle érdekes feladatokat. Itt lehet látni, hogy az értékelésnél uh, egy pontértékelés van, egyrészt az elkészített digitális tananyagokra automatikusan tudnak uh, pontot kapni, amennyiben érdekel, hogy melyik megoldást tudta, és melyiket nem, akkor rákattintunk, és már látjuk is, hogy hogy válaszoltak a diákok. Amennyiben szeretnénk erre visszajelzést küldeni, akkor tudunk írásban is kommentálni bármit, amit ők beadtak. Így. Tehát, hogy ez egy tananyagra reflexió, rövid válaszokra, és de ezek általában ugye automatikusan ide becsatornázódnak. Ha szeretnénk emellett pontot adni olyan dologra, ami nem digitális tananyagnak a kiosztása, a szerkeszt kell kattintani, és kiadunk bármennyi egyéni pontot, okos voltál. Tehát most megdicsérjük azért, mert okos volt, az okosságért 100 pont jár, elmentjük, és már is lehet látni, hogy 100 ponttal gazdagabb a diák. Tehát így valahogy azok a feladatok, amelyeket digitálisan osztunk, és automatikusan javítódnak, és azok a feladatok, amelyeket akár digitálisan, vagy nem digitálisan osztunk ki, de egyénileg nem automatikusan javítódnak, azok egyszerre, egy helyen számon tartatóak itt ebben a pontrendszerben viszonylag egyszerűen működik, hogyha egy egész osztály, egy egész csoport írt valamilyen dolgozatot, az összes pontját be lehet ide vinni villámgyorsan, ez is ide fog majd becsatornázódni. Így működik tehát az értékelési rendszer, ez az a pontrendszer. Menjünk vissza az irányítópultra, és nézzünk egy-két egyéb funkciót. Az értékelés láttuk, hogy működik, nézzünk a naptárhoz. A naptár jelenleg üres, de hogyha azt szeretnénk, hogy ennek a csoportnak ahol most éppen vagyunk ezen a szinten, kiadjunk valamilyen feladatot, akkor egyszerűen meg kell határozni, hogy hány órakor milyen feladat, és mit kell tudni. Linket tudok betenni, bármit, és ez így megjelenik nekik automatikusan, és tudni fogják, hogy melyik nap milyen feladat van. Ez azért nagyon jó, mert ha különösen most a digitális uh, tanulási rendben nagyon fontos szerintem, hogy kiszámítható legyen az, amit egy diákkal teszünk, és amit neki bizonyos időpontokra be kell adni, határidőkre meg kell csinálni. Ez a naptár, ez az én életemet nagyon-nagyon megkönnyíti. Van benne egy plusz funkció, hogyha a diákok is szeretnének neked, mint tanárnak üzenni, akkor megtehetik azt, és ha mindre kattintasz, akkor most más színnel megjelennének a diák üzenetei. Nyilván ebben a csoportban most nem lesz ilyen. Jó, tehát menjünk vissza az irányítópultra. Azt láttuk, hogy a naptár hogy működik. Akkor a dokumentumok a következő fontos rész. Nem <coughs> rendelkezik a hashtagú jelenleg dokumentumtára, egész egyszerűen azért, mert százezer ember van most már lassan a rendszerben, és nem tudnánk nekik megfelelő mennyiségű tárhelyet biztosítani. De, hogyha bárhova föltöltesz egy dokumentumot, akkor a linket meg tudod adni, és a diákok el tudják élni. Lehet ez OneDrive. Na most ezt nem fogom tudni leírni. Sikerült leírni az, hogy dokumentum. Jó? Elmentjük, és szépen meg fog jelenni a diákoknak, és egymás alatt lehet így szépen bárhonnan e, dokumentumokat e, átemelni és használni. Természetesen vannak üzenet, e, funkciók is. Tehát az irányítópulton lehet egyszer kommunikálni az egész csoporttal, amennyiben azt szeretném, hogy e, Személyesen kommunikáljunk, akkor az üzenetekre kell kattintani. Az üzenetekre kattintva e, tudunk csoportoknak üzenni, csoport tudunk egyes tanulóknak is üzenni akár. A diákok, amikor regisztráltak, és bármikor szeretnék a profiljukat megváltoztatni, ott minden adatot átírhatnak, ahogy szeretnék. Érdekes még talán a jegyzetek, ez nagyon egyszerű. Jelenleg, e, ha bármit elkezd jegyzetelni, akkor ez egy olyan jegyzetfunkció, amit akár magának egyedül, akár megoszthatja a többiekkel a jegyzetét. Itt van, hogy megosztott jegyzetek és saját jegyzetek. Ez most még elég egyszerű, ennek egy igényesebb verziója is lassan úton van. A következő ilyen funkció még, ezek voltak nagyjából a... <coughs> az elemes anyagok, tehát a tanulás követő rendszerek, még két Három nagyon erős ö, fejlesztésünk van, ami sajnos most a hatalmas terhelés során ki kellett kapcsolnunk, ezért csak így fogom tudni nektek megmutatni. Amikor a diákok pontot kapnak, akkor itt fönt az értékelés mellett megjelenik egy ilyen leaderboard, ahol a különböző szinteken lehet azt látni, hogy éppen hány pontot értek el, és ha ide kattintasz, akkor látszik, hogy hány mérési pontjuk volt, és azon, hogy teljesítettek. Ugye ez uh, jelenleg sajnos uh, ki van kapcsolva, egész egyszerűen azért, mert olyan komoly erőforrás van, hogy ameddig uh, a terhelésünk mondjuk 30-40 szeresen a megszokottnak itt a koronavírus miatt, addig ezeket a funkciókat, amelyek erőforrás ideiglenesen ki kell sajnos kapcsolnunk. És az itt megszerzett különböző levelekben, azaz különböző szinteken megszerzett pontokat, uh, utána <kül> lehet egy civilizáció, egy saját város építésére fejleszteni, fejlesztésre fordítani, tehát lehet látni, hogy ebben a városban mennyi a foglalkoztatottság, milyen a morál, a morálnak ilyen különböző részei vannak, és ugye attól függően, hogy mit fejlesztünk a városunkban, attól függően lehet látni, hogy melyik része fejlődik a városnak, ez egy munkaközpontú társadalom, tehát magas a foglalkoztatottság, alacsony a tudás, alacsony az egészség és rossz a közérzet, és nincs igazából biztonság. Na most egy ilyen várost építettem én, de hát nyilván a gyerekek majd másmilyent fognak, de az bármilyen szinten megszerzett pontot tudja itt aranyra váltani, és ebből a pénzből vásárolhat magának Mindenféle város elemeket, amelyeket is szépen össze tud kötni, és el tud indítani. A harmadik, egy olyan fejlesztés. <coughs> Képesség Matrixnak neveztünk el, és szerintem ö, zseniális, ez csak iskolai rendszerekben működik jelenleg, tehát, hogyha te regisztrálsz a hashtag akkor az nem fogod, nem fogod tudni használni. Igazából egy badge, az az jelvényrendszerről van szó, amikor egy iskolában a tanulóknak egy és a osztályt vagy csoportot tanító összes tanár képes együtt különböző szinteken, különböző témakörökben vegyeket adni. Itt tudom, hogy van egy plusz elbetű, ezt a designer csinálta, így sajnos nem angol tanár, kérlek, hogy ezért ne haragudjál ránk, ez csak egy demo itt, és itt beadhat a belépő szintű bedzseket, sárgával jelzetten a haladó szintű bedzseket, pirossal pedig a džedi becseket, az 1, 2, 3 pontot ér, és ezek egy összeadódó. És lehet látni, hogy milyen soft skill vagy milyen képességekben, <laughs> hogy fejlődött a diák bármilyen órán. Tehát nem azok vannak, hogy matematika, biológia, angol, kémia, hanem az van, hogy ö, olvasás, szövegértés, kreativitás, kritikus gondolkodás, stb. És ha bármelyik órán olyan feladatot végzett a diák, ami ezeket a képességeket fejlesztette, akkor ezért megkapadja a jelvény, és egy ilyen viszonylag szép képet kapunk egy idő után az iskolában történő Képességfejlesztésnek a mikéntjéről és a hatékonyságáról is. Ennyit uh, lehet látni. Igazából ezeket fontos elmondani még. A, emellett talán az online tanulóra az, ami most még egy új fejlesztésünk, ez a webclass szoftver. <laughs> ez nagyon egyszerű, megjelennek a csoportok, és egy órát indítasz. Itt most nem fog semmi megjelenni, <coughs> mert ez a <coughs> számítógép, amelyről ezt a screencastot most csinálom, sajnos nem rendelkezik vele kamerával, de itt vannak a jelenlévők, és ezzel el lehet indítani, a kamerát le lehet halkítani, el lehet némítani. Nagyon fontos, hogy ez viszonylag egyszerű, szoftver a diákokat nem lehet látni, tehát ők hanggal kapcsolódnak be az órába, te tanárként viszont látható vagy, ha csak nem lehalkítod magad, abban az esetben nem leszel látható nyilván. Itt a uh, mikrofont is le lehet majd halkítani, de most nem fog tudni működni, mert sajnos ez nem egy uh, arra használt számítógép, de hogy ennyi igazából összesen 40 diákot tud ellátni egyszerre. Uh, a diákok tudnak veled is, tanárral is, illetve egymással is kommunikálni. Amikor vége van az órának, egyszerűen be kell zárni a szoftvert és kész. Tehát azt gondolom, hogy ennél egyszerűbb uh, ilyen szoftver nem létezik. Nyilván lesznek még benne fejlesztések. Ezt is most azért hoztuk előre, hogy a koronavírus ideje alatt mindenkinek lehetősége legyen a hashtag schoolon belül online élő tanórát uh, tartani. Naponta több ezeren használják már most is, úgyhogy valószínűleg egész jól működik. Um, ennyi. Lenne tehát a irányítópultnak a különböző funkcióiról. Ezek azok nagyon fontosak voltak, és ennyi lenne a tanuláskövetési rendszernek a gamification uh, szintjeiről, összesen háromról. Eddig láttuk a tanuláskövetési rendszert, most nézzük meg a tananyag fejlesztési rendszert. <coughs> Viszonylag egyszerű a szerkesztő, amennyiben tananyagot szeretnénk készíteni, egy új tananyagot, akkor az új tananyagot kell kiválasztani, adunk neki valamilyen fajta nevet, legyen értelmes neve inkább. Új tananyag 03 29. <coughs> Itt megadhatjuk azt, hogy csak a csoportjaink, csoportjunk, vagy a csoportjaink tagjai láthatják, láthassák, Amennyiben a publikus uh, verziót választjuk, akkor a rendszeren belül, tehát a hashtag School rendszeren belül bárki láthatja, és bárki uh, rákattinthat. Hogyha a tanári hozzáférés, akkor az összes tanárjogosultsággal rendelkező ember láthatja. Ha nyilvános, ez nagyon fontos, hogyha ezt választjuk, ez arra jó, hogy olyanok ö, is tudják használni a Hashtag School-t, akik igazából a tanuláskövetés rendszert nem szeretnék használni. Tehát ők nem akarják ide regisztrálni a csoportjukat, van mondjuk egy Google classroom Classroom-juk, de tetszik nekik a tananyag szerkesztő rendszer, és szeretné úgy ö, megosztani ezeket a linkeket, hogy ne kelljen a diákoknak regisztrálniuk a Hashtag School oldalára ilyenkor. Ez egy dolog esetében nagyon fontos, hogyha viszont úgy osztott ki, hogy a diákok regisztrálva vannak, és egy saját csoportodnak szeretnéd kiosztani a tananyagot, az nem fog menni, illetve ki lehet osztani, de az eredményeket nem fogja tudni regisztrálni. Ez azért van, az eredmények nyilván egyes tanulókhoz kötődnek hozzá, és hogyha ezt elengedjük, tehát nem szükséges az, hogy beregisztrált legyen valaki ahhoz, hogy ezt ki tudja tölteni, akkor nem fogja a rendszer azt vizsgálni, hogy éppen melyik tanuló töltötte ki azt a tesztet, így hát értelemszerűen nem is fogja tudni neki megadni a pontokat. Egy szó, mint száz. Hogyha a rendszeren belül van csoportod, akkor ezt a kettőt választhatod. Az első az <coughs> a teljesen zárt, a második az picit kedvesebb, hiszen akkor mindenki fel tudja használni adhatsz mellé címkéket, hogy uh, könnyebben meg lehessen találni. Itt meg tudod adni azt, hogy legyenek életek, <laughs> uh, és az, hogyha elfogy az élet, akkor hova menjen vissza. Itt az újrakezdése tananyag elejéről, mondjuk egy hosszabb tan tananyagnál, ez egy picit nem kedves, mert akkor villámgyorsan elfogynak az életek, és mondjuk a legutolsó feladatnál fogynak el esetleg nem olyan gyorsan, akkor viszont a legelére kell visszamenni. Itt pedig, hogyha van 3-4 testsor benne, akkor mindig a leg utolsó sikeres részhez dobja vissza. Itt a helyes válaszok megjelenítése értelemszerűen, hogyha tanítani szeretnénk, akkor igen, hogyha tesztelni, akkor nem. És itt ez még egy érdekes dolog, hogyha ezt publikus állítottad fönt, és itt igen tészve. az azt jelenti, hogy a, tan a többi tanár, többi felhasználó a hashtag school 100 ezres, vagy nem tudom, 75 ezres uh, tömegéből, hogyha szeretné, akkor ezt a tananyagot felhasználhatja saját maga számára, ide pedig egy képet illik feltölteni, az, hogyha megteszed, akkor az szerintem egy kedves dolog. Jó? És föltettem valamilyen random képet. Nézzük, hogy működik a tartalomszerkesztőrendszer. Viszonylag egyszerűen a logikáját megérted, akkor elég könnyen lehet benne tananyagot szerkeszteni, de már készen van, csak még nem tudtuk élesíteni a 3.0-as uh, tananyagszerkesztőrendszerre, ha semmilyen megkötés nem lesz semmire. Tehát itt a beállításoknál, ha bármit meggondolsz, akkor utólag be lehet uh, állítani, illetve van egy csomó, tehát például a globális időkorlátot be lehet állítani. Ez azt jelenti, hogy ha azt mondom, hogy szeretném, hogyha 20 percig csinálhatnák, akkor azt a 20 percet kell beállítani, sajnos jelenleg másodpercben. Ez fontos, az, hogy a tesztek újra kitölthetőek legyenek -e a testsora benne, vagy csak egyszer. Azt is beadhatod, hogy éppen kitölthető, vagy nem kitölthető, tehát hogyha ezt átállítod nemre, akkor azt fogja mondani a diáknak, hogy most éppen nem lehet kitölteni, tehát szeretnék lezárni egy tananyagot. Azt is meg tudom tenni, és még sok-sok egyéb opció van. Itt vannak a visszajelzések, én már látjátok, hogy minden egyes feladatnál van egy ilyen uh, rövid videó feedback, amikor megdicsérjük vagy megszidjük, hogyha nem jól csinál valamit, ezt te meg tudod változtatni, itt be kell állítani mondjuk, hogy kép és szöveg legyen, ide saját szöveget tudsz belérni, hogy gratulálunk, ügyes vagy, uh, negatív visszajelzés, menni fog ez még jobban, és <kül> itt pedig viszonylag ez hát, a 3-4 másodperces, ami először nagyon vicces, nagyon szokták szeretni, az első alkalommal el, elmegy, és ugye elmosolyodnak, aztán egy idő után, hogyha tényleg tanulni szeretnének hosszú távon, akkor az idegesítő. Tehát én azt szoktam ilyenkor csinálni, hogy ezt mondjuk egy másodperc be, és akkor felvillan a kép, ott lesz a megoldás, ott lesz a visszajelzés, és annyi. Jó, ezt tudjuk, el tudod menteni, itt pedig hát nyilván a tananyagot tudod törölni, amit most ne tegyünk meg, de hogyha mondjuk szeretnéd megosztani mások számára, akkor ide írhatsz jegyzeteket is, illetve ha valaki más megosztotta, akkor láthatod hogy itt a tanári jegyzeteket, ez azért nagyon lenn, jó lenne, mert ugye ide lehetne ilyen mindenféle módszertani ajánlásokat írni, és üzengetni egymásnak, hogy mi hogyan használtuk fel ezt a tananyagot, és hogyan segített nekünk. Mert tehát megvannak a beállítások, ezeket mindig érdemes elmenteni, és akkor indulhat a szerkesztés. Ugye egyszer tud hangot, a hangot eltárolja, MP3 formátumban kell kiválasztani, ezt föl kell ide tenni, és egy instrukciót kell adni hozzá. Hallgass például, és hallgat. Ezt praktikus megváltoztatni, hogy mondjuk zene. És miután kész vagyok, egyszerűen elmentem. Itt az előnézetben meg tudom nézni, hogy mit csináltam. Létrehoztam egy tananyagot, ahol van egy zene nevű tananyag, és pontosabban audio, csak most nem tettem fel az audiót, ezért a, azt nem mutatja meg, de hogyha ide kiválasztottam volna egy MP3-at, akkor egy ilyen MP3 lejátszó megjelenik, és már is uh, hallgathatja a diák a zenét. Ezt itt praktikus mindig lekicsinyíteni, nézzük a következő egy kép, ugyanezt tudom csinálni, csak képet fog tudni feltölteni, adok neki egy nevet, és ott lesz a kép. Lekicsinyítem, tudok vele szöveget tenni, a szöveghez tudok képet illeszteni. Arra figyeljünk itt, ez tényleg fontos, hogy a szöveget illesztünk be a rendszerbe, azt ne Word-ből egyenesen, vagy pedig ne az internetről másolva tegyük bele, mert az néha így meg tudja bolondítani a rendszert, hiszen ezek a ö, másolt szövegek sokkal több kódot tartalmaznak, mint amit először látva gondolnánk. Jó, tehát, hogy azt az szoktuk kérni, hogy először mindig egy notepadbe tegyétek be, egy jegyzettömbe, és akkor innen. Az minden leszed róla át lehet tenni, ez is megoldódik már. Az új szerkesztőben ez automatikusan fog működni, és nem kell neked semmit csinálni, mert a rendszer megoldja helyet. Tehát így lehet szöveget beilleszteni. <kül> lehet linkeket is beletenni, sőt, azt is lehet, hogy a link az egy felső eddigi uh, tananyagra mutasson és hogyha ezeket a linkeket belerakosgatod, akkor egy idő után elég szép ilyen elágazó tanulási útvonalakat lehet létrehozni, hogy tudod küldözgetni a diákot a fönti. Tehát meg tud csinálni egy tananyagot, ezt fel tudod tenni, és akkor azt mondod, hogy ha sikerül, akkor ide menjél, hogyha ezt nem érted még, akkor ide menjél. Tehát így viszonylag egyszerűen lehet differenciálni vele. Ja, ezeket az elemeket viszonylag könnyű mozgatni, tehát ennyi a Elemek mozgatása. Videókat tudsz föltenni, még a videókhoz YouTube linket tudsz beilleszteni. Ha nem szeretnél a teljes videót lejátszani, akkor meg lehet mondani, hogy hol kezdje és hol fejezi be a lejátszást. <laughs> Természetesen ezzel nem fogod a eredeti YouTube videót megszerkeszteni, csak a lejátszást fogja így módosítani. A következő <laughs> a tanulókártya. Itt uh, <laughs> lehet uh, tanulókártyákat importálni, hogy ennek vagy egy új kártya létrehozása. Uh, hello, szia! És föl tudsz tenni egy uh, bármilyen képet hozzá, elmented. Figyelj, hogyha csak ezt az elemet szeretnéd megnézni, nem előről az összeset, akkor erre az előnézetre kell kattintani, és itt van a tanulókártya. Hello, szia! Szépen, esztétikusan megjelenik, és már kész is van. Ha van sok tanulókártyánk már, azokat lehet. Masszív nem importálni, tehát azt mondom, hogy itt veszővel választja el, a másikat pedig új sorral. A... Itt a vesző azért veszélyes, egy picit szerintem, mert egy tanulókártyában eleve előfordulhat vesző, és a rendszer nem tudja, hogy ez olyan vesző, ami azért teszel ki, hogy ott van vége a szókártyának, és ott kezdődik a magyarázat, hogy pedig azért, mert csak simán vesző van. Amit én szoktam csinálni, az az, hogy ilyenkor mindig egy százalékjelet teszek be, tehát akkor a, a hello százalékjel, szia, és akkor egymással bérünk annyit, amennyit szeretnénk, importáljuk, és egy kattintással létre fognak jönni ezek a tanulókártyák. Ezekből a tanulókártyákból tudunk létrehozni tanulókártya játékot, villámgyorsan, szintén elmentjük, meg is tudjuk nézni, csak most én nagyon primitív lett, amikor egymásra kell húzni, és ha egymásra húzod, akkor megoldottad a feladatot. Ezt ennyi elkészíteni. Egy nagyon fontos elem hogy itt már bejönnek az, a, az idők. Tehát, hogyha itt az időt ö, meghagyod, akkor 30 másodperccel lesz a diáknak a feladatra, lehet látni, hogy megy fölül az idő. Amennyiben nem szeretnénk ezzel idegesíteni, ez egyszerűen üstelt nullára, és akkor nem fogja mérni az időt a tananyag. Látható, hogy amikor valamit elment, akkor mindig itt zölden megjelenik a mentés változtatások mentése, de biztosan biztos érdemes itt a mentés gombokra kattintgatni. Tehát ezeket nagyjából láttátok. Fontos elem még a testsor. A testsorban jelenleg ennyi különböző feladattípus tudunk, tehát van az agasztófa, viszonylag egyszerű bevinni, itt van a szót bekelint, és megadott hogy hány pontot szeretnél adni, itt pedig mindig külön feladatonként is be lehet állítani azt, hogy mondjuk kellje 45 ö, 45 másod, vagy 50 5 másodperc legyen. Ez, hogyha nincsen kipipálva, tehát hogyha ezt kiütöd, akkor nem fogja számolni a pontokat. Azért fontos, mert van, aki néha szeretne úgy feltenni tananyagot, vagy teszteket, hogy ez csak egy gyakorlás. Ne legyen belőle e, ponthajhászat, és akkor meg az a diákokat, akkor ennyi. És akkor itt je, fel kell tenni a kérdést, legjobb csapat, és akkor az egyértelmű válasz, az pedig az, hogy az arzenál és akkor ezt elmentettük, készen vagyunk, előnézetben megnézzük, és akkor lehet látni, hogy itt be kell írni az, hogy ha áll és sikerül, akkor megy, ha nem, akkor most én ezeket a visszajelzéseket, nem írtam be, és nem tettem fel saját képet, és most azt adtam meg, hogy mutassa a helyes választ, lehet látni egyébként milyen pofás kis tananyagunk ez már is készülni, ennyi fajta digitális tananyagelemet állítottunk össze ilyen kevés idő alatt. <kül> Uh, és akkor rövid eszélykérdés van, hiányzó szavak, a hiányzó szavaknál uh, be kell gépelni a szöveget, amit szeretnénk, és amit ki akarunk jelölni, azt egyszerűen kijelöljük, elmentjük, megadjuk, hogy hány másodperc van rá, nulla, hogyha nem szeretnénk mérni, és hány pontot kap rá a diák. És akkor szépen megyünk tovább, ezeket mind le lehet kicsinyíteni, <kül> és akkor itt van a hotspot feladat, egy képen ki kell jelölni egy pontot, igaz, hamis képpárosítása, ugye ez uh, úgy néz ki, hogy három kép van, az első a helyes kép, már kettő pedig a rossz, mondjuk melyiken van rajta Horthy Miklós, és akkor lehet ezen gondolkodni. Ezeket mindig összekeveri, tehát nem ugyanabban a sorrendben fog majd megjelenni a diákoknak, hogy egy jó megoldás, több jó megoldása van, memória feladat, memória feladatnál megadhatod, hogy hány pár legyen, és a képet is lehet képpel párosítani, szöveget is képpel, szöveget szöveggel, sőt lehet az is, hogy kép és szöveg is legyen benne, az egy picit zavaró, mert így elég nagy abban a katyvasz akkor. Jó? E, utána van összekötés feladat, van puzzle feladat, sorba rendezés, szelektor, ahol csoportosítani kell, ez most éppen nem a legerősebb része a e, a talanyagszerkesztőnek ennek van egy kis bugja, azt próbáljuk megkeresni és kiavítani. Van szókereső, szóhálóból, szövegkijelölő pedig amikor egy szövegbe mondjuk az összes főnevet ki kell húzni, meg tudod adni a főneveket, a diákoknak meg kell keresni. Ennyi a talanyagszerkesztés, és ennyi a tesztkészítés a rendszerben. <kül> Amennyiben érdekelnek a haladóbb dolgok is, lehet idővonalat, <kül> megadni. Ezek kollaboratív feladatok, csoportokban kiosztva, ugye ezek elkészültek, és csoportokban kiosztva a diákokat összepárosítja random, tehát otthon is tök jól lehet csinálni a digitális munkarendben, és közösen kell egy idővonalat valahogy a megfelelő módon egymás alá rendelni a különböző eseményekkel, amik ott van. A közös eszénél pedig ugye úgy van, hogy az egyik diák megkapja a, a információt, másik diákkal a B információt ugyanarról, mondjuk a második világháború, vagy egy, annak egy csatája a szövetségesek, vagy pedig a tengeri hatalmak oldaláról, és nekik közösen kell valami uh, kommunikációs felületen, amit a rendszer szintén biztosít, együtt egy közös eszét létrehozni. Az utolsó dolog, amit nagyon fontos még, illetve két dolgot szeretnék elmondani, hogy rendben van, hogy uh, ugye ezt elkészítettük, új tananyag 0329-a neve, amikor az a kérdés, hogy hogyan tudjuk ezt a csoportjainkkal megosztani, hát mi sem könnyebb. Visszavegyünk az irányítópultra, és lehet látni, hogy uh, itt, hogyha van aktív szintünk, akkor egész egyszerűen az új tananyag 0329-et rakjuk, és megjelenítjük. Lehet látni, hogy én voltam, lehet látni, hogy mikor, mi a tananyagnak a címe, diákok följönnek kitöltik a tananyagot, nyilván most kicsit béla menetettem föl sehol anyagot benne, és akkor ezt a tananyagot kitöltik, szépen megnézik a feladatokat, itt van a testsor, hogy hány pontot kapott, és ő ezt uh, végig csinálja. Én tanárként pedig a, az értékelésnél, hát most itt pont nem fogom látni, mert olyan csoport van, ahol nincs benne egyetlen egy diák sem, de mondjuk, hogyha rákattintani kell, rá, akkor az értékelésnél automatikusan lehetne látni, legyen egy fék csoport, hogy itt lehet látni azt, hogy hány pontot ért el, valaki hány százalékos teljesítményt, és ha ide kattintok, akkor pedig meg tudom azt is nézni, hogy mire kapott annyi, és mit, milyen válaszokat adott. Jó? Tehát akkor itt lehet látni, hogy így lehet a csoportban kiosztani a tananyagot az irányítópulton, azt is lehet látni, hogy ez hogy tudja kiavítani, és amit ő megcsinál, az automatikusan jóvá íródik az ő pontrendszerében. Az utolsó dolog, amiről szeretnék még beszélni, az szintén egy új fajta, vagy másik fajta tananyag, ami a beadandó. Beadandó az az, amikor eszéket szeretnénk beadatni, itt tök mindegy minden. Beállítás, sidekattintva ide kattintva megadom a feladatot, írd le, Ja, itt van a feladat, és ennek ki lehet választani, hogy uh, mi szeretnénk értékelni. Szeretnénk azt, hogy egymásét értékelje. Ebben az esetben, hogy a társértékelésről van szó, akkor ki lehet uh, adni azt, hogy hány diáknak ossza ki a rendszer, és akkor így névtelenül öt diák fogja megkapni ezt a beadandót, amit a diák bead, hogy uh, kiavítsa, ki kiértékelje. Amennyiben tanári értékelést szeretnénk adni, akkor lehet látni az első szempont, megadjuk, hogy hány pont, második szempont, hány pontra értékelődik, stb. Most <laughs> tenni ennyi lesz a végső értékelése. Elmentjük. Ugye tananyagként hoztuk létre, beadandó 22 a neve, és miután ez készen van, akkor nincs más dolgunk, mint a irányító menni, és ugyanennek a itt is van a beadandó 22, csoportnak kiosztjuk a beadandó, viszonylag egyszerű, elemet kell hozzáadni, diák választhat, hogy szöveget, videót linkelve, vagy pedig szöveget ö, ír be, videót linkelve, vagy képet tölt fel. <coughs> Itt most egy szöveg van, akkor egy szembegépeli a szöveget, vagy a tömbből átemeli, tud új elemet is létrehozni, ide mert tud menni egy képet tenni, tehát viszonylag komplex beadandókat is ö, meg lehet ilyenkor Uh, írni, vagy el lehet készíteni, és akkor ő hogy beadja. Az uh, bocsánat, amikor beadandót kapsz, és próbálok egy rendes beadandót keresni, csak nem fognak haragudni. <kül> rendes beadandót kapsz, az itt meg fog jelenni neked, tehát te megcsináltad, kiosztottad a beadandót, tehát lehet látni, hogy itt van a beadandó, és a diákok pedig beadják a beadandót, és neked nincs más dolgod, mint rákattintasz, itt például ö, megoldásokat lehet ö, elküldeni, ez egy nyelvtani feladat volt, és arra megoldás, és akkor meg lehet adni, hogy hány pontot kapnak különböző ö, szinteken, amit megcsináltak. Tehát, hogy így lehet értékelni, és nyilvánvalóan ezek a ö, pontok is automatikusan a rendszerbe fognak pontként jóvá íródni. Ezeknek a diákoknak itt uh, lehet javítani, tudsz hozzá kommentárt is fűzni. Ugye ezt most ő látni fogja, hogy itt aláhúztam valamit, <coughs> és így módon lehet a deadandókat is értékelni. Ennyi lenne tehát a, az LMS, azaz a menedzsment rendszer és a CMS, ami pedig a tartalomkezelő rendszer és azoknak az összefüggéséről, amit érdemes a hashtag szóban első körben tudni. Ezen felül még 150 különböző apró ö, olyan feature van, amiről beszélhetnénk most, de nagyjából ez az, ami ahhoz elegendő, hogy valaki minőségben és mennyiségben is hasznosan tudja a rendszernek az adottságait kihasználni.